vannak ügyek, ahol kezdeményeztünk már jogi eljárásokat is. Az ellenzék kezdeményezett egy parlamenti vizsgálóbizottságot többek között a közgép ügyeit illetően, és ezt a Fidesz-KDNP pártszövetség egyébként úgy gondoljuk, hogy a házszabály félreértelmezésével elutasította ennek a létrehozatalát. Hogyha azt gondolnák, hogy rendben vannak a közbeszerzések Magyarországon, hogy rendben vannak a közgép ügyei, akkor az ő érdekük is az lenne, hogy egy vizsgálóbizottság ezt tárja föl, és mondja ki egyértelműen, hogy itt nem történt semmilyen jogellenes vagy a közérdekét sértő lépés. Másfelől azt is látni kell, hogy a probléma egyik fele pontosan az, hogy az elmúlt két évben a jogalkotás is gyakorlatilag ezeknek az oligarcháknak az érdekét szolgálta, a kiemelt beruházásos törvény hatájának a kiterjesztésével, az átláthatóság csökkentésével, és egy csomó olyan lépés van, amit tulajdonképpen jogszerű, tehát a tételes jogot nem sérti, csak éppen azt gondoljuk, hogy az alapvető erkölcsbe ütközik, a közpénzeknek a magánvagyonná való átalakítását szolgálja. Ennek kell véget vetni, függetlenül attól, hogy ez a jog, a törvény betűjébe ütközik, vagy pusztán egy erkölcstelen gyakorlat. Simicska Lajos a Fidesz pénztárnoka volt, a Fidesz APEC elnöke volt, tehát azért ne vicceljünk egymással, hogy Simicskának nincsen közel a Fideszhez, Orbán Viktornak volt egyetemi társa, kollégiumi társa, a kapcsolat nyilvánvaló. Ez a közgép, amely Simicska Lajos és Nyerges Zsolt érdekeltségi körébe tartozik, ez az elmúlt két évben 300 milliárd forintnyi közbeszerzést vitt el úgy, hogy gyakorlatilag más itt Magyarországon labdába alig rúghat, szinte minden győztes közbeszerzési konzorciumban benne van a közgép, nélküle alig lehet érdemi fontos közbeszerzést Magyarországon megnyerni. Csak egy példát hagy mondjak, a kolontári katasztrófát követő helyreállítás során a kormányzat azt kommunikálta, hogy itt majd a helyi vállalkozóknak, a magyar kis- és középvállalatoknak nyújtanak lehetőséget arra, hogy a helyreállításból kivegyék a részüket. Abból a kb. 15 milliárd forintból, amit elköltöttek a kolontári helyreállításnál, abból több mint 8 milliárd forint a közgép, illetve a közgép érdekeltségi körébe tartozó cégek nyertek meg, több mint a felét. Ehhez képest a helyinek tekinthető kis- és középvállalkozások 90 millió forintnyi megbízást kaptak. Így néz ki Magyarországon a közbeszerzéseknek a folyamata, így néz ki a kis- és középvállalkozásoknak a támogatása, így néz ki az, amiről Orbán Viktor beszél a parlamentben, hogy ők a magyar cégeket támogatják a nemzetközi cégek helyett. Nem, ők a közgépet és a Fidesz érdekeltségeket támogatják a magyar kis- és középvállalkozásokkal szemben, amelyeket az adópolitikájuk és a közbeszerzések során is teljesen ellentetlenítenek. Nyerges Zsolt ugye szoros üzleti kapcsolatban áll Simicska Lajossal, tulajdonképpen ez egy érdekeltségi kör, tehát az egész közgép az ő érdekeltségbe tartozik, és a közgép körül egy olyan cégháló alakult ki, amit már néha nehéz végigkövetni, hogy hol is ér véget, mely cégek azok, amik különböző keresztulajdonlások révén még ehhez a körhöz tartoznak. De nem csak a közgépről van szó, bár azt gondolom, hogy ez az ászlós hajó és ez a szimbóluma ennek az egész rendszernek, de ugyancsak Simicska érdekeltség mondjuk a Publimon, amelyik a köztéri hirdetési piacot gyakorlatilag letarolta, és az állami cégek hirdetéseit teljes egészében lenyúlta, úgy, hogy ezek az állami cégek korábban nem is hirdettek. De nem csak arról van szó, hogy ezek az oligarchák meglevő piacokat monopolizálnak és lenyúlnak, hanem az állam pénzén létrehoznak olyan mesterséges piacokat, amik nincsenek. Az MVM vagy a Szerencsejáték ZRT a 2010 előtti időhöz képest a 10-szeresét, 30-szorosát költi reklámköltése azt, amit korábban költött, és ez gyakorlatilag kizárólag a Publimonton keresztül, tehát a Simicska érdekeltségen keresztül költi el. Tehát az állami tulajdonú cégek gyakorlatilag egy buborékként felfújtak egy mesterséges piacot, aminek az egyetlen célja, hogy ezek a cégek ezt a piacot le tudják uralni. Thank you.